Befejeződött Újfehértó és Bökköny közel 3 éves szennyvízkezelési beruházása. A több mint 3,5 milliárd forintos fejlesztés után a térség 60%-a rendelkezik szennyvízhálózattal. Nagyon nagy jelentősége van a szennyvízhálózat kialakításának egy település életében. Véleményem szerint Isten igazából ekkor válunk európai polgárokká, amikor tudatosan kinyilvánítjuk, hogy vigyázunk a környezetünkre. Hála Istennek a választókerület 32 települések közül 14-ben sikerült befejeznünk az idén a szennyvízhálózat kiépítését, többek között itt Újfehértón. A beruházás az előminősítéssel már 2007-ben elindult, a támogatást azonban csak 2012-ben kapták meg. Újfehértón 1950, míg Bökönyben 1200 háztartást tudtak bevonni a környezettudatos szennyvízkezelésbe az elmúlt években, így Újfehértón közel 100%-os, míg Bökönyben 90%-os ezentúl a hálózati lefedettség. Geszterédi vízműről beszél mindenki, de gyakorlatilag bökönyi területen vannak fúrva, egybeér a két település. Onnan kapja közel 40 ezer ember a ivóvizet, tehát nagyon fontos volt, hogy ne szennyeződjön a mi ivóvízkészlet. Illetve Újfehértó esetében én úgy gondolom, hogy egy közel 14 ezer lelkes városnál elvárható az, hogy a komfortérzetnél ez a minimum kialakításra kerüljön, és én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan előrelépés a város életében, ami évtizedekre meg fogja határozni a lehetőségeit az itt élőknek. Az elmúlt 7, illetve 9 évben az összes uniós forrás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett, összesen megközelíti az 500 milliárd forintot, mondta a megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár, majd hozzátette, ennek körülbelül ötödét fordították szennyvíz, valamint ivóvíz minőségjavító programokra.